Annak ellenére, hogy március 8-ától már elkezdődött a főtér felújítása, nem szakította meg 3 éve indított kézműves udvari hagyományait a városi önkormányzat. A főtér északi részében 2 napos kézműves udvart szervezett. Hangulatos kis fabódék díszítették a kézművesek utcáját, mint kiderült, kölcsönbe kapta a város. A vinkosuti stánky, ktoré myslím si, že naozaj oživili toto námestie, a to vďaka podnikateľskému subjektu z Výglaša. Je to stan servis, ktorý sa pravidelne zúčastňuje jarmokov, či už septembrových alebo decembrových v Rožňave. A teraz doniesli, nainštalovali, požičali bezplatne stánky, ktoré si myslím, že by aj v budúcnosti boli vhodným doplnkom na našich jarmokoch. Žiaľ, neviem, či finančných dôvodov, či si to bude niekedy mesto môcť dovoliť, ale teraz je to samozrejme bezplatne. A kézműves udvar kialakításához a gömöri kézműveseket szólította meg az idén is a város. 15 kézműves mester mutatta be kézműves portékáját, paparagók, fazekasok, késkészítők, amatőrfestők, gyöngyözők, méhészek, de volt öntvénykészítő mester és a csetneki kovácsmester is bemutatta hagyományos mesterségét. Amire szerettünk volna építeni, építettünk is, hogy megpróbáltuk bevonni a gyerekeket. Most ez a 6. iskola épp a 6. amikor, aki jött ilyen játszóházat, tojásfestés, ilyen kisebb gyerekek pedig Rigó Béla barátom ilyen tojás tártót készít. Valika fonott kosaracsek, délután nagyon hideg volt, úgyhogy hazament. De nagy az érdeklődés, ami egy új attrakciót, ami itt a főtéren végre van, egy kovácsunk, csetnekről van. Ez a Dusán gyerek, ő kovácsol itt a főtéren, szintén egy szép kézműves értéket visz tovább. Rozsnó főterén, ennek örülök kimondottan. A kovácsmesterség bemutatása mellett húsvét közelettével a mezőkövesdi fatojás díszítésével is megismerkedhettek kicsik és nagyok. Mezőköves mellől jöttünk, és ott nagy hagyománya van a fának. A mezőkövesdiek előszeretettel festenek. Ha van egy tenyérnyi hely, ők festik-kimzik. És ott a fatojás is nagyon nagy divat. Most pántlikázzuk a gyerekeknek a munkáját. Ők szépen kifestették, és most fűzünk vele pántlikát, hogy az olyan nagyon szép legyen. A főtéri kézműves udvar szombaton zárta kapuit. Hétfőtől szerdáig pedig húsvéti kézműves játszóházi foglalkozások várták az érdeklődőket a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. Badin Gabriella múzeumpedagógus húsvéti szokásokat elevenített fel kis és nagy diákoknak. Április 4-én és 5-én reggel 9 órától délután 17 óráig az M-zónában szintén húsvéti kézműves foglalkozásokra várják az érdeklődőket az intézmény munkatársai. Rendhagyó kiállítás. Újjászületett műemlékek címmel az elmúlt héten nyílt restaurátori munkákat bemutató tárlat a Rozsnyói Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. A látogató lépésről lépésre végig kísérheti, hogyan válik újra műremekké egy elpusztult alkotás. Spolupráca s restaurátormi je, by som povedala, hlavne o kompromisoch. Ako som už v tom mojom úvodnom slove povedala, reštaurátor musí niekedy potlačiť svoj umelecký vkus kvôli tomu, aby sa podriadil umeleckému vkusu toho reštaurovaného predmetu. Alebo musí niekedy rešpektovať aj zámer historika umenia. A robiť takú, by som povedal, až minucióznu prácu. Niekedy sú to strašne piplavé práce, napríklad pri takom zlátení je to veľmi náročné na opatrnosť a keď sa raz niečo pokazí, potom väčšinou treba všetko začať znovu. No samozrejme, nielen zručnosť, ale musí tam to byť aj výtvarný talent, musí tam byť dávka výtvarného talentu, no musí tam byť vzdelanie a hlavne skúsenosť. A kiállítás reprezentatív keresztmetszetet ad 3 restaurátor, Csütörtöki András, Korány Sándor és Mézes Árpád 20 éves közös munkájából. Több régiónak a műemlékeit mutatja be, annak eredeti állapotát, a restaurátori folyamat egyes szakaszait, és hát a végeredményt, a restaurátori utáni állapotot. Természetesen, mivel ezek többnyire köztéri műemlékek, illetve
ingatlan jellegű műemlékek, ezeket többnyire csak fénykép dokumentációban, fénykép megformájában tudjuk bemutatni. Amivel még tarkítottuk a kiállítást, azok a műtárgyak, kisebb méretű műtárgyak, amiket múzeumoknak, galériáknak, illetve magán gyűjteményekből lettek ki. A restaurátor munkája a gyógyításhoz hasonlítható. Diagnosztizál, a romlás, a pusztulás okait igyekszik megállapítani, terápiát alkalmaz, megerősít, gyógyít, rehabilitál, egy egészet állít össze a töredékből. Igen, ez a dolog, ez a kis barokk váza, aranyozott faváza, a háttérben a képen látható a műveletek, hogy milyen volt, hogy volt poltolva a dolog, hogy volt aranyozva, és az utolsó, a befejező aktus, ugye a kész dolog. Na és itt láthassuk, hogy néz ki. Hát valahogy így működik a dolog. Nagyba is ez kicsibe, de nagyba ugyanez, mert csak ott fel kell mászni az állásra. Műhely titkokat árul el a kiállítás a látogatók előtt. Például ilyen volt és ilyen lett az Oktinai templom barokk oltára és szószéke. Régi fényében ragyog ez a két barokk szobor is a lepusztult Kalvária templomból. A kiállítás legértékesebb része a kőportálokra és a szakrális emlékekre hívja fel a figyelmet. Többségében talán ez a régió az, amely képviselteti magát. Kiemelném mindenképpen kiemelném az oktinai, martonfalvai evangélikus templom oltárát és szószékét, amelyet közösen restauráltunk Korány Sándor restaurátor kollégámmal, vagy pedig ide tartozik egy kicsit távolabb szepességbe, például a szepesolaszi Szentkereszt oltár, rokokó faoltár, vagy a svedlári barokk oltár. A restaurátor munkája nem csak szaktudást, de türelmet is igényel, hisz vannak feladatok, amelyek évekig is elhúzódhatnak. Ale toto by som nevedel takto tam škrapkať a takto a tak jemne a toto a dodržať tie ich technológie staré a takto. To je veľmi ťažké no, na trpezlivosť. Igazából ez ateliérökbe végződik, és a kép restaurálása, azt a folyamatot nem lássa senki, csak a restaurátor magába, és itt megközelítik ezt a munkát. Kitartást, szaktudást igénylő restaurálás eredményeiből kerül a látogatók elé a három szakember mintegy 60 munkája, amely az idén fennállásának 110. esztendejét ünneplő Bányászati Múzeum egyik legértékesebb kiállítási anyaga. A tárlat május végéig látható a Rozsnyói Képzőművészeti Galériában. Közel 150 versenyző vett részt a Tompa Mihály vers és prózamondó verseny kelet-szlovákiai fordulóján. Tőketerebesi, Nagy Mihályi, Kassai, Kassavidéki és Rozsnyói járásbeli diákok vettek részt a megmérettetésen. 6 kategóriában arany, ezüst és bronzsávos minősítést kaptak a versenyzők. Az országos döntőbe a következő rozsnyói versenyzők jutottak. Első kategória vers, Ulicsni Lucia, második kategória vers, Korintus Réka, harmadik kategória szintén versben Kristóf Bálint. Mindhárman a Református Egyházi Alapiskola tanulói. Megzenésített vers kategóriában két rozsnyói gimnáziumi csapat is a továbbjutók között volt. A Grimasz és a Váratlan, valamint a Református Egyházi Alapiskola ismeretlen arcok csapata. Az országos döntőre Rimaszombatban április végén kerül sor. Március 28-án pedagógus napot tartott a városi önkormányzat. Darina Repaszká hivatalvezető és Burdiga Pál alpolgármester a városi hivatal nagy termében köszöntötte az önkormányzathoz tartozó oktatási intézmények képviselőit. Ugyanebben az időben Kassa megye is a Rozsnyói Városháza kongresszusi termében értékelte a pedagógusok munkáját. 41 pedagógus kapott elismerést a kassai kerületből. A rozsnyói középiskolák közül a legmagasabb kitüntetést József Matisz, a Sapári Gimnázium igazgatója kapta, a megyei elnök plakettjét.
Köszönő oklevelet kapott Boda Etelka, az egészségügyi szakközépiskola pedagógusa, és Ingeborg Tillisová, a Kereskedelmi Akadémia tanára. Kékre festett őrtorony, kék ragyogás az autizmus világnapján. Rozsnyó is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyben április 2-án este 20:02 kék szitán világították meg szerte a világban a városok domináns jelképeit. Az autizmussal élők helyzetére hívták fel a figyelmet a rendezvényen. A közel 40 méter magas rozsnyói őrtorony kék ragyogását az Amália Szociális Szervezet kezdeményezte. Az önkormányzat és a Kassai Kerületi Önkormányzat is bekapcsolódott társszervezőként a rendezvénybe.